Köszöntelek benneteket! Már a lecsendesedett időjárásunk, ez viszont nem lesz jellemző a hét egészén, ugyanis már a holnapi nap folyamán is a mainál azért jóval változékonyabb időben lesz részünk. A felhőzet animáción látszódik, hogy éjszakára átmenetileg ugyan csökkenni fog a felhőzet, viszont az éjszaka második felében észak felől már egyre inkább ránk húzódik az északabbra helyezkedő frontnak a felhőzete, amely a holnapi nap folyamán az északi területeken lesz, ahol kisebb esőt, záporesőt is okozhat majd. Viszont nem csak a felhőzetre érdemes pillantást vetni, hanem a hőmérséklet alakulására is, ugyanis a hűvös levegőt egyre inkább felváltja majd a dél-délnyugat felől érkező enyhe légtömeg, viszont egy kicsit összetettebb, illetve bizonytalanabb lesz azért a hétnek az időjárása, mégpedig azért, mert hazánktól északabbra egy elég markáns légtömeg határ helyezkedik el, amely folyamatosan hullámot vet majd. Most úgy néz ki, hogy mi ennek a légtömeghatárnak inkább a melegebb oldalán helyezkedünk majd el, legalábbis a hét nagy részén, és jelen kilátások alapján azt várjuk, hogy majd csak a hétvégén érhet el minket a hideg levegő. Persze a helyzet azért még egy kicsit bizonytalan, de visszatérek majd erre a videó végén. Először is nézzük meg, mire számíthatunk az éjszaka folyamán. Tehát átmenetileg mindenütt csökkenni fog a felhőzet, viszont az éjszaka második felében észak felől egyre vastagabb felhők sodródnak fölénk, csapadék viszont ekkor még nem valószínű. A déli délnyugati szél az egyre nagyobb területen megélénkül, észak-keleten pedig meg is erősödik már a hajnali órákban. A minimum értékek pedig a mainál magasabban alakulnak. Általában 0 és plusz 4 fok közé hűl a levegő, gyenge fagy az most már inkább csak a derült, szélcsendes, illetve fagyzugos részeken fordulhat elő. Aztán kedden napközben az ország északi része felett sok lesz a felhő, így itt inkább csak rövidebb időre süthet ki a nap, és az északi határ mentén van esély arra, hogy kisebb eső, záporeső is kialakuljon majd. Délfelé haladva viszont kevesebb, szakadozottabb, vékonyabb lesz a felhőtakaró, és a déli ország részben akár több órára is kisüthet a nap. A szél az egyébként tovább fog erősödni, kifejezetten az ország északkeleti harmadában számíthatunk majd erős, sőt helyenként akár viharos erejű lökésekre. A csúcsértékek azok pedig ismételten a mainál jóval magasabban alakulnak, általában 12 és 18 fok közé melegszik fel a levegő, ennél alacsonyabb értékek inkább csak az északi középhegység térségében fordulhatnak elő. Aztán a következő napokban várhatóan tovább melegszik az idő, az éjszakai fagyok már a fagyzugos részeken se lesznek nagyon jellemzőek, a csúcsértékek pedig a sok évi átlag, tehát nagyjából 15 és 16 fok fölött alakulnak az ország nagy részén. Mindemellett azért elég változatos lesz az égkép, ugyanis gyakran megnövekszik majd a felhőzet, kisebb csapadék viszont inkább majd csak a csütörtöki nap folyamán fordulhat elő. Aztán a szürke hétköznapokat már ismételten egy izgalmasabb hétvége követi, legalábbis jelenlegi legvalószínűbb forgatókönyvek alapján úgy néz ki, hogy majd a hétvégén érhet el minket a hideg levegő, látszódik is a lehűlés a fáklya diagramon, viszont nem csak lehűlésre számíthatunk, hanem csapadékra is, amely akár kiadósabb mennyiség is lehet. Érdemes lesz mindenképp velünk tartanotok a hét további napján is. Én szeretném is ezzel most megköszönni a figyelmeteket, és szép hetet kívánok! Sziasztok!